Köszöntöm nézőinket, Kun László tanárúrral beszélgetünk, hiszen ha nyár van, akkor úszásoktatás a Akácszigetfürdőben. Hányan tanultak, vagy tanulnak meg most úszni önök segítségével? Szám szerint meg nem tudom mondani, hál' Istennek sokan vagyunk, de mégis kevesen. Gyakorlatilag Keserű Sándor kollégámmal végeztük, vagy indítottuk, vagy folytattuk, nem is tudom, hogy mondjam, hiszen évről évre gyakorlatilag megy az úszásoktatás, mint egy előkészítő tanfolyam gyakorlatilag a leendő úszóink számára, vagy az iskolában ne okozzon a gyerekeknek ugye meglepetést maga a vízhez szoktatás, vagy az úszás. Így gyakorlatilag, hát szám szerint közel azt tudom mondani, hogy olyan 60 gyermek tanult meg úszni, és körülbelül olyan 15-16 gyermek, akik óvodások, gyakorlatilag úgy mondom, tökéletesen a vízhez szoktak, tehát nekik a következő lépcső, talán a következő nyár lenne. Aminek örülök, hogy felnőttek is járnak hozzánk úszni, gyakorlatilag egészségügyi problémák megelőzéseképpen, vagy egy régi rossz beidegződött mozgást szeretnének kijavítani, hiszen ők is úgy gondolják, vagy hál' Istennek úgy gondolják ők is, mint mi, hogy ezt a jó komplexumot, ami ugye tavaly készült, itt az Akácsliget fürdőbe, maximálisan ki lehetne használni, és inkább ide járnak, mint akármilyen más kezelésre. Ebbe tudunk nekik segíteni. Tehát nagyon jól sikerült a nyár. Igaz, hogy roppant munkával járt, meg sok lemondással, részünkről is, szülők részéről is, gyerekek részéről is, de egy olyan tudást próbálunk meg átadni, ami gyakorlatilag egy olcsó élvezet, és élete végéig tudja használni az ember. Itt azért még beszélgettünk nyárról, de azért a gyerekek már lehet, hogy számolják a napokat, hogy jaj, hányat alszunk még, és kezdődik az iskola, tehát nem biztos, hogy minden körül ennek, de azért az úszó szakosztály már gondolom, hogy készül a következő szezonra. Természetesen, de én mindig azt mondom, nem csak a gyerekek, hanem a pedagógusok is számolják a napokat. Szerintem, aki ismer, ezt tudja, hogy miről beszélek. Ennek ellenére természetesen készülünk, tervezünk. Tavalyi évet az úszó szakosztályba, vagy az iskolás gyerekekkel én úgy gondolom, egy jó eredménnyel zártuk, egy országos ötödik helyet értünk el csapatban, a 4x50 méteres fiú gyorsváltóba. Nehéz lesz ezt most überelni ebben a tanévben, de törekszünk rá. Tehát próbálunk olyan gyerekeket felkészíteni, akik megállják a helyüket akár megyei, akár országos versenyen. Nem kis munka, nem kis áldozat szintén, ezt tudom mondani gyerekek és szülők részéről. Mi is ott voltunk az úszóverseny, ami a Akácsliget fürdőben volt, tehát mi is azt láttuk, hogy ott voltak a szülők, ugyanúgy szurkoltak, karcagiak, amikor medencében voltak, akkor még nagyobb volt a taps, még nagyobb volt a biztatás, tehát azt gondolom, hogy azért a gyereknek ez is egy fontos dolog, hogy hazai pályán versenyezhet. Természetesen nagy előny volt, tehát nem kellett nagyon korán kelni, az út gyötrelmeit végigélni, ott izgulni, az új környezet, medence, hogy sikerül a forduló, hogy sikerül a rajt, tehát ilyen apró kérdések nem merültek fel, mert már ezt ugye itt tapasztaltuk. Gyakorlatilag a szurkolás az mindenki részéről, tehát ugye minket edzőket, felkészítőket igazol arról, hogy tényleg munkát végzünk, tehát nem csak strandolni járunk ki a fürdőbe. Szülőket igazolja, hogy a gyerek szintén elvégzi azt az edzés munkát, amit rábízunk, és gyakorlatilag a szülő is örül, hogy van eredménye, és jó helyen vannak a gyerekek, jó kezekben vannak. Mit kell tudni az úszó szakosztály munkájáról? Hányan dolgoznak ott edzőként? Hány gyermek van? Milyen korosztályok? Ketten dolgozunk Keserű Sándor kollégámmal az úszó szakosztályban. Ettől az évtől kezdve, ugye, amit most zártunk, lehetőség nyílt arra, hogy egész kicsik is tudjanak jönni a Tammedencébe. Hát azt tudom mondani, hogy óvodás korig visszamenőleg középső és nagycsoportos gyerekekig. Itt a magasság számít igazából, hogy legalább a 90 centis vízbe leérjen a lába a gyerekeknek. Egy kis csoporttal kezdem én, gyakorlatilag majd a kisiskolásokkal folytatom, és akik már úgymond nagyobb céltűznek ki maguk elé, nagyobb önbizalommal rendelkeznek, ők pedig Keserű Sándor kollégámmal az úszodában folytatják az edzés munkát. Akkor ez azt jelenti, hogy még a középiskolások versenye is van, hiszen azért láttuk itt a karcagi versenyen, hogy voltak. Mondjuk lehet, hogy ők még éppen junior kategória, nem tudom. Akik a karcagi versenyen és középiskolások, azok talán visszaversenyeztek. Sajnos a középiskolás úszóverseny az nem nálunk volt.
De természetesen itt tudnak felkészülni, és a középiskolai csapatok is helyt állnak, tehát országos szinten megállják a helyüket. Lehet-e már tudni, hogy a szeptemberben kezdődő tanév, hiszen itt azért tanévről, nem évről beszélünk, itt a csak nézőinknek mondom, mert nem biztos, hogy mindenki értett, hogy milyen évet zártunk és miért kezdünk, hiszen itt tanévben gondolkodik a szakosztály és a versenyek szintjén. Lehet-e már tudni, hogy milyen versenyekre fognak elmenni, vagy mire tudnak elmenni? Hát igazából ami nagyon fontos és akár hasznos is a gyerekeknek, ezek a diákolimpiai versenyek. Diákolimpiai eredményeket ugye továbbtanulásba be lehet számítani. Ez az első célunk, amit meg tudunk, vagy ki tudunk tűzni magunk elé, és meg tudunk valósítani, hiszen egy ilyen eredmény egy országos eredménynek számít. Emellett nagyon szeretnénk, igaz, hogy kisebb gyerekekkel bekapcsolódni a megyei versenyrendszerbe újra, hiszen ugye 3 év kimaradás ebbe a sportágban rettenetes sokat jelent. Most már úgy néz ki, hogy lesznek olyan gyerekek, akikkel a megyébe meg tudjuk állni a helyünket. Nem nagy csapattal, nem nagy létszámmal próbálunk nekivágni a következő évnek, de mindenféleképpen meg kell mutatnunk és magunkat is, meg magát az úszodát is, hogy minél többen megismerjék a karcagi úszodát. Hát akkor feladat az van bőven. Én azt kívánom, hogy akkor hasonló szép sikerekről számolhassunk be azért évközben is, és hát legyenek tehetséges gyerekek, olyanok, akik azért már esetleg középiskolásként is majd visszajönnek és szurkolnak a kicsiknek. Így van, középiskolásként, majd felnőttként is várunk mindenkit, és tényleg van munka, és bízunk benne, hogy egészségünk is lesz, kitartás is a gyerekeknek, és újabb eredményekről tudunk beszámolni később. Így legyen. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!